Térjünk vissza egy gondolat erejéig a korán égetéshez, ami nem olyan egyszerű téma, mint amilyennek látszik. Egy kedves kommentelőm ö, hozzáfűzte, hogy minden hamis téves, szélsőséges eszme könyv égetéssel kezdődik, és ember égetéssel fejeződik be. Tökéletesen igaza van, ezt igazolja a történelem. A Korán önmagában nem több egy papírkötegnél, amelyet meg lehet semmisíteni, el lehet égetni, sőt a történelemben volt, hogy céltáblának használták, nyilasztak rá. Igen ám, de aki muszlim, az tudja, hogy a Korán nem papírtömeg, hanem egy gondolat, mely Istentől származik. És e gondolatnak hiába állítanak kerítéseket, határokat, ez a gondolat átmegy a kerítés részein. De nem mindegy, hogy milyen gondolat megy át az iszlám nevében. Egy szélsőséges, radikális gondolat, melyet felbőszítettek, felgerjesztettek, majd irányítani akarnak, vagy egy bölcselet ami az eredeti tanítás. Milyen érdekes, hogy a muszlim országok vezetői nem nyilatkoztak meg a korán égetéssel kapcsolatban. Hallgatnak! Gyakorlatilag az utca népe nyilatkozott meg. Nem minősítem ezeket a vezetőket, mert nem találok rá illő szavakat. Csupán egyetlen vezető nyilatkozott meg Erdogán. És bizonyára azért, mert ő ebben szerepet akar játszani. A felbőszített indulatokat ugyanis terelni kell, lehet, és politikai érdek. Svédországban tiltakozások vannak, és az egész muszlim világ felbőszült. Ez önmagában nem egy megnyugtató tény, viszont a politika számára felhasználható. Felhasználható, hogy tereljék, mert céljuk van. Nem vetétek tán észre, hogy az amerikai elnök egyre többet idéz a hadizból. Az orosz elnök, aki talán a legtöbb muszlimot ölte meg a saját irányítása alatt. Most hirtelenében Koránt idéz, és a Korán ott van az irodájában. Ő politikus. Lehet, hogy magát ortodoxnak vallja, de lehet, hogy belül ateista. Allah látja egyedül az ő lelkét. Viszont politikai érdek hogy most a muszlimok felé gesztusokat tegyen. Persze, hogy érdek, hiszen az olajmezők java része Oroszországon belül muszlim területeken van. Baskéri, a Tatárföld, a nem orosz, hanem már kivált Kazahsztán. És hatása van ezzel a csecsenekre. A csecsenek pedig az ő jobb keze nem csak Oroszországon belül, az Ukrán fronton, hanem Európában is tudjuk, hogy a csecsenek erősek. Ennek a radikalizmusnak, tehát minden oldalon célja van. Orosz oldalon is, és amerikai oldalon is. Egyszer már elmagyaráztam, hogy miért fontos annak érdekében, hogy a kínai logisztika terjedését megállítsák, de azért is fontos, hogy Európát egy kiszolgáltatott helyzetbe juttassák. Ugyanis nincs szükség se Oroszország, se USA, se Kína számára egy erős Európának, amely önálló döntéshozatalra képes egy fizetőképes jó piacra van szükség, amely nem maga hozza meg a döntéseit. Ehhez pedig kényszerítő körülményekre van szükség. Ezek egyike a radikalizmus felerősítése. Nagyon sok más intézkedés is van, de egyike a radikalizmus folyamatok irányítása manipulálására. Nem tőlünk veszed a gázt, akkor Történik, aminek történnie kell. Vagy a palagász nem Amerikából veszed? Történik, aminek történnie kell. Nem támogatod fegyverrel az ukrán háborút, ukrán oldalon, akkor történjék, aminek történnie kell. Támogatod a háborút és szállítasz fegyvert Ukrajnának, akkor történjék, aminek történnie kell. Egy nagyon egyszerű dolog ez, de nagyon jól manipulálható. A mérsékelt muszlimok tudják, hogy ez a folyamat egy irányított folyamat, de ők nem kapnak szót. És egyre több kommunikációs lehetőséghez jut a szélsőség, mert az ő ijesztő hangja befolyásolni tudja a döntéshozókat, félelmet tud gerjeszteni, és az iszlámról ezzel hamis kép terjed el, mert ez is a cél. Wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakátuhu.